Kövekkel dobálták meg az Úzvölgyi temetőben létrehozott román sírok ellen tüntető magyarokat, a futball huligánokból álló csoport a sírkert székelykapuját és több síremléket is megrongált. Szijjártó Péter berendelte a román nagykövetet, aki azonban nem hajlandó a párbeszédre. Élő lánccal vette körbe az Úzvölgyi katonai temetőt a helyi magyar kisebbség. Így tiltakoztak az ellen, hogy az első és második világháborúban elesett magyar katonáknak emléket állító sírkertben román parcellát és emlékművet alakítottak ki. Az imákat mormoló magyarok zászlókkal és magyar ellenes rigmusokat skandáló emberekkel találták szembe magukat. Utóbbiak a román sírok hősök napi koszorúzására és a temető ortodox felszentelésére jöttek. Igazságlapotban egymást támogatva érkeztek meg a temető elé, kövekkel dobálták meg a békés tiltakozó embereket. Egy adott pillanatban beugráltak a temető kerítésén hátulról, rendről, darabokra szedték a székelykaput, összetörték, és a kapu darabjaival ütötték, vágták a magyar embereket, akit ahol értek. Komolyabb személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. Táncos Barna kiemelte, a csendőrök is teret adtak az atrocitásnak, és nem léptek fel a rongálókkal szemben. A külügyi intézet szakértője szerint a román sírok létrehozása tudományosan nem megalapozott. Ők maguk sem tudták azonosítani azt az 51 más román katonát, aki ott lehet, mert minden beton kereszten az ismeretlen román katona emlékére felirat szerepel. Pászkán Zsolt úgy véli, valójában politikai haszonszerzés áll az ügy hátterében. A dornánfalvi polgármesteri hivatal így akart elintézni egy több évtizeddel húzódó területfoglalási vagy terület megszerzési vitát, és gyakorlatilag ezt a fajta nacionalista, de inkább mondanám azt, hogy sovén megoldást választotta. A magyar többségű Csíkszentmárton is magáénak tartja ugyanis azt a területet, ahol a temető mellett értékes erdők, rétek és termőföldek is vannak. Magyar ellenes provokáció. Az ügy kapcsán Szijjártó Péter bekérette a budapesti román nagykövetet, ám ő központi utasításra hivatkozva nem tette eleget a kérésnek. Románia elállt a párbeszéd lehetőségétől, nem kíván vele élni, ami még egyszer minden udvariatlanságon és barátságtalanságon túlmegy, mint diplomáciai gesztus. A román külügy azt közölte, minden intézkedést megtettek, ezért szükségtelenek a nem konstruktív külső beavatkozások.